A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, kedves nézők! A kezdőkör mai adásában Albert Einstein zseni előtt tisztelgünk, hiszen nélküle nem ismernénk a relativitás elméletet, és nem mondhatnánk a fehérvári csapatok mögöttünk hagyott hétvégéjéről, hogy csodálatos kupaezüst, egy szoros nagy rangadó a kosárcsarnokban, egy nehéz körülmények között is vállalható vereség a labdarúgó bajnokságban, és egy abszolút vállalható különbségű vereség a női kézilabda bajnokságban. Mert hogy így is visszatekinthetnénk az elmúlt hétvégére, a valóság persze a relativizmussal ellentétben az, hogy hát elég gyászos, kicsit a külső körülményekhez méltó fázós hétvégén vagyunk túl, olyanon, amire szerintem senki nem számított, és csak egy rövid kitérővel megemlíteném, hogy Cserpakovics András pénteken ugye a Facebookra posztolta jogos büszkeséggel fehérváriként, hogy két fehérvári kötődésű sportember, Szoboszlai Dominik és Hanga Ádám a maguk elképesztően magas szintjén, ahol vannak jelenleg csapataikkal, milyen meghatározó játékosok és milyen remek sikerekben van részük. Erre mindannyian büszkék lehetünk, hát valószínűleg polgármester úr sem úgy gondolta, hogy ez lesz a hétvége utolsó büszkeségre okot adó pillanata. És egy kicsit olyan csapatokról, meccsekről beszélünk, amelyek az adott konkrét mérkőzésen túl egy kicsit talán tágabb kontextusban is érdemes megvizsgálni, hogy mit jelentenek ezek a kudarcok, mert mondjuk ki, hogy bizony komoly kudarcokon van túl néhány csapatunk, akikkel ma beszélgetünk erről, szerencsére markáns vélemény formálók, úgyhogy nem félek, hogy bármi is bent marad, minden a nyilvánosság elé kerül. Itt van Kaiser Tomi, a sportál.hu szerkesztője, korábbi Sziasztok. Kollégák. Farkas Szilárd, aki a Fehérvár Média Centrum szerkesztője. Lendő korábbi kollégák. Köszönjük szépen, igen. És Horog László, a Fehérvári Sportújságírás nagy doajenje is. Einsteinje, a ciprusi futballtól a szlovák női másodosztályú kosárlabda bajnokságig az európai sport mély értelmezője. Hát nem tudom, melyikkel kell kezdeni. Én azt mondom, hogy a jégkoronggal, mert hát ha valami pozitívumot mondhatunk, hogy a hagyománynak mindig nagy szerepe van a sportnak, és sportban is jó helyi klub hagyomány tisztelő, de sajnos a volán most megint az volt, mert az elmúlt immár 4 évhez hasonlóan kikapott a Magyar Kupa döntőjében. Nem túlzás persze azt mondani, hogy tényleg egy kupa ezüstön mit kell fanyalogni, hiszen az a világ legtöbb csapata számára egy jó eredmény, még ha egy döntőben nem is jó kikapni. De tavaly elmondtuk, hogy az a hazai vereség itt a Debrecentől nyilván mindenki szemét felnyitotta, igenis komolyan kell venni, oda kell állni, a légiósokat is motiválni kell, és szerintem senki nem gondolta volna, hogy sikerül még egyszer, vagy még negyedszer ugyanabba a folyóba belelépni. Ugye ezúttal a budapesti hoki fény pontjától, vagy hát képviselőjétől sikerült vereséget szenvedni szétlövéssel. Én azt gondolom, hogy ezt mindenki komoly kudarcként éli meg a fehérvári jégkorongban, szurkolók, játékosok, vezetők egyaránt, de hogy tudunk erre végre tényleg egy most akkor reális vagy épkézláb magyarázatot letenni az asztalra. Azok után, hogy tavaly azt mondtuk, hogy nem kellően vette komolyan esetleg néhány játékos ezt a kupadöntőt, ami szerintem már akkor sem volt igaz egyébként. Illetve tavaly nagyon komolyan vette a Debrecen kapusa, ugye, Hetényi Zoli, aki... Hát valami 50 lövéssel sikerült nagyját tenni őt. Így van. Én azt gondolom, hogy két irányból lehet megközelíteni ezt a kérdést. Az egyik az, hogy tényleg a vétés utalata, hogy tulajdonképpen ez megbocsáthatatlan, hiszen a nemzetközi porondon tényleg vitézkedő volánnak hazajönni kötelessége megnyerni legalább azt az egy sorozatot, amiben ugye itthon részt tud venni. A másik oldal pedig pont az, hogy ez a volánnak ugye mondjuk 2 meccs a sok közül, és azt pedig nyilván tudjuk, hogy a volán ellen, ahogy mondjuk a labdarúgó bajnokságban a Fradi ellen, mindig mindenki meg akarja mutatni magát. Én nem olvastam ilyen kommentet, hogy már az Ebel nem az a szint, hogy kiem, de az a szint. Tehát azért szerintem
Itt a volán, hogyha visszajönne, és ne jöjjön vissza, mert ez nem tenne jó sem a magyar hokinak, nyilván sem a Fehérvárnak, de azt gondolom, hogy torony magasan tükörsimán nyerni a bajnokságot. Ez sajnos mindig benne van ezekben az egymeccses sztorikban, tényleg nyilván a Budapesti Jégkorong Akadémiában is, ugye korábbi leánykori nevén MAC-ban is azért válogatott játékosok vannak, egymásra föl tudják magukat szívni, nyilván egy légiósnak nem ez az év csúcspontja, hogy most itt kupát kell nyerni, persze örülnek, meg nyilván ne gondoljuk, hogy nem teszik oda magukat, inkább ez ilyen tudatalatti dolog, hogy nem ez a fontos, hanem az, hogy a csapat olyan helyen végezze, hogy bekerüljön a rájátszásba az EBL-ben, vagy hát most már Ice Hockey League-ben. Hát igen, ezeket gyakorlatilag ugye tényleg szó szerint elmondhattuk tavaly is, meg tavaly előtt, meg azelőtt is. Én sem gondolom feltétlenül, hogy ne akarná megnyerni mondjuk Erdély Csanád, aki kifejezetten frusztrálónak nevezte ugye ezt a sorozatot most már, vagy bármelyik magyar játékos a magyar kupát. Valami mégis mindig közbejön, és számomra tényleg az a megdöbbentő, vagy furcsa, hogy hát már szinte a nagyszámok törvény alapján azért egyet meg kéne nyerni, ha mindig döntőt játszik a csapat. Ismerjük olyan sportolókat, akik arról váltak híressé, hogy csak döntőt nem tudtak nyerni, mondjuk egyéni sportban. Hát a volán azért a magyar jégkorongban nem a loser kategória. Hát ugye van olyan csapat, akinek egy másik csapat a mumusa. Most a volán esetében el lehet mondani, hogy itt nem valaki a mumusunk, hanem valami a mumusunk, és ez a kupa döntő, ugye mondtuk, hogy már negyedik éve zajlik ez a, hát nem is tudom most már minek nevezzük, pekszéria gyakorlatilag, más nem lehet mondani rá. Hát a kupa döntő a mumus, és én csak egy gondolat, hogy ha valamit is ki kell emelni szerintem a közül, hogy miket tanított meg a mester, amióta itt van a srácoknak, az biztos, hogy a győztes mentalitás az egyik, hiszen nagyon sok mérkőzést nyertek, ugye mondjunk csak a tavalyi eredményre, amikor ugye szintén ezüst, de az egy másik ezüst volt, nem pedig a magyar kupa ezüst, az egy kicsit nagyobb elismerésre adott okot. Itt is ezüst van, de ez nem az ezüst. Nyilván a szétlövésnél kellett volna, hogy előjöjjön az a győztes mentalitás és nyugalom, amivel meg lehetett volna nyerni a meccset. Ehhez képest, hogy miért hagytak ki annyi játékos, és ugye vissza Rauer meg belőgi át nyilván az ő rutinjával. Most csak ezt az egyet emelem ki, ezt az egy momentumot, de valamiért nem jött össze, már pedig itt a győztes mentalitásnak nagyon sokat kellett volna, és lehetett volna nyomni alatba. Annyit még hozzá, hogy a hoki az a sportág, ahol a büntető, vagy tényleg a szétlövés az tulajdonképpen a legnagyobb szívás. Mert egy 11-est könnyű berúgni, egy kosárlabdában egy büntetőt relatíve könnyű bedobni, a 7 méterest is. A hokiban ez a büntető, ez nem az a büntető, hogy tényleg tutira veszed, hogy mit tudom, 90% biztonsággal belül. Nyilván ott már nincs papírforma. Egyébként még a 11-es párbajoknál, amelyeket sokat szidnak, de mégiscsak valamennyiünk emlékében ilyen drámai és szenzációs csúcspontként maradnak meg. Ott is tudjuk, hogy bármennyire könnyű is elvileg egy 7 méteres kapuba 11-ről bevágni egy labdát, annyi mindenem múlik, hogy nem mered, senki nem tenne nagy pénzt. De sokkal több megy be, mint itt. Igen. És nyilván azt mondom, ezáltal itt sokkal végképp nagyobb lutri, hogy ki nyilván jel. Nem az a kudarc, és nem az volt már, ott már nem volt papírforma szétlövést, ott már senki nem merte volna maximum rulett fekete-piros alapon letenni, hogy melyik fogja megnyerni. Talán ott tényleg a győztes mentalitásnak sincs akkora jelentősége, mondjuk ellenben egy kapus ellenfelet megbabonázó képességének talán inkább. Az érdekel, Laci, mert te voltál, aki tavaly emlékeim szerint azt mondtad, hogy tényleg nagyon nehéz a légiósokkal megértetni, hogy mit jelent ez a városnak, a klubnak. Büszkék akarunk lenni, tudjuk, hogy ilyenkor is jár egy városházi fogadás, egy kis ünneplés, egy kis felvonulás szezon közben. Ilyenkor nem jár, csak ha nyer a csapat. Ha nyer a csapat. És hogy esetleg ezt a külföldiek nem érzik úgy át. Nem tudom, most azért vannak olyan külföldiek, akik tavaly is itt voltak, tehát nem hiszem, hogy akár erre lehetne bármit fogni. Ez gondolatokat ébresztett bennem, hogy Fekt Istvával, az akadémiai igazgatójával mentünk fel a döntőn, amit nagyon vártam, hiszen évek óta nem voltam. Hát még az Isti, hogy veled mehetett. Bearanyoztam a hétvégéjét, de nem volt olyan jó hangulat hazafel a kocsiba. Vártam ezt a meccset még pedig azért, mert az elmúlt években nem voltam Tüskecsarnokban, se idegenbeli meccseken sem, nyilván a hazaiakra ki tudok menni. A szombati elődöntőt az Újpest ellen a kosármeccs miatt nem láttam. Az se volt mondjuk nagy élmény a szombati. Minden esetre az Újpestet nagyon simán megverték, de azt hozzáteszem, hogy ott nem volt jó kapus teljesítmény, meg a
az Erzterliga 8. helyzetjével találkoztunk. A vasárnapi meccsen én nem éreztem azt, amit a korábbi években, hogy valóban ezek a kanadaiak, vagy finnek, vagy svédek, hogy nem értették volna meg, hogy ez mennyire fontos, főleg a korábbi három vereség tükrében. És olyan érzéseim voltak, hogy gyakorlatilag a Volán arra játszik, hogy felhozza a többi magyar klubot, hiszen kétszer nyerettek a Debrecennel kupát, nyerettek a Fradival, most pedig a lánykori nevén Maccal a BIA-val, és ezek a külföldiek biztosan pontosan tudták, és küzdöttek, harcoltak, és mentünk föl, meccskezdés előtt azt mondtam, hogy 4-1, legyen 3-1, de nem lehet probléma. És az első harmadban jobbak voltak Kangyal tanítványai, viszont a második harmadban 26-9 volt a kapulólövés a fehérváriaknak. Ma akartam mondani, hogy Gál Petinek, akartam mondani, hogy az elnök úrnak, hogy nem játszik ő, Anika lőtt egy bombagolt, és akkor mondom, most akartam szólni. Szóval ki nem tetszik még? Mondom, az Isti Bartal is mindjárt lő is egy gólt. Nem jött a gól, és a harmadik harmadban megkérdeztem a klubnál, hogy Roy vagy Roá, ők azt mondják Roy, itt mindannyian mást mondunk, mikor hogy áll a szánkra, és neki volt köszönhető, hogy egyáltalán eljutottunk a hosszabbításig és a büntetőkig. Az volt a furcsa, hogy nem fáradt el a Macz. Tehát az volt a rendkívüli, hogy darált a Volán, darált, és a meccs végén mégis nekik voltak olyan zicsereik, amivel eldöntették volna a meccset. És valóban a büntető párbaj útri, de én úgy gondolom, hogy nekünk jobb játékosaink vannak ahhoz, hogy ezt a büntető párbaj behúztuk volna. És itt felmerülnek dolgok, hogy mennyire nehéz polgármester úrnak, aki építenek egy 50 milliárdos csarnokot, az elnök úrnak, aki anyagilag rendbe tette ezt az egyesületet, és versenyzünk osztrák élcsapatokkal, hogy azt mondani, hogy egy 50 milliárdos csarnok 6000 nézőre, és az elmúlt négy évben sajnos nem a Volán a legjobb magyar csapat. Nyilván a legjobb magyar csapat, csak igen, az eredmények nem derült ki, mert a tavalyi kupa bukta után is az Ebel ezüstérem, vagy az Ice Hile elfedte azt a problémakört, de most ismét szembesültünk egy problémakörrel, mégpedig az, hogy miért ez a legdrágább magyar csapat, miért kell 10 külföldi játékos, miért kell új csarnok, a válogatottban miért lesz fehérvári, miért kell külföldi szövetségi kapitány, tehát ezek az eredmények, hozzák magukkal ezeket a kérdéseket, és nyilvánvalóan a Volán a legjobb csapat, a legstabilabb háttér, a legjobb állomány, a legtöbb játékos neki kell menni a VB-re, de a többi klub vérszemet kap, és joggal durúzsol, hogy hát feltétlenül, hogy minket kell a legmagasabb polcra tenni, tehát ennek ez a nehézsége, hogy tulajdonképpen minden rendben van, és egy győzelem, mert ha már ezt hosszabbításban vagy büntetőpárban vívjuk ki, akkor se jó a szájíz, így viszont rendkívül rossz. Azt mondtam, és itt már te gyakorlatilag át is vezetted, hogy ugye nézhetjük tényleg egy tágabb kontextusba. Magát egy meccset nézve, egy kupadöntő valóban az van, az mindig minden csapat számára a nagy meccs, felszívják magukat, előfordulhat, hogy az egyébként gyengébb nyer, főleg tudjuk, hogy vannak sportágak, ahol kevés a gól, ott azért ez gyakrabban megtörténik kosárlabdában. Kizárható gyakorlatilag olyan tudáskülönbségnél, hogy a gyengém legyőzze az erőset. Viszont, hogy tényleg a tágabb kontextust nézzük, a nagy kérdés most már akár ezt a 4 évet a magyarok elleni mérleget nézve, hogy valóban ad-e akkora pluszt az osztrák liga rutinban, meccstapasztalatban, tudásban, felvértezettségben, hogy ez mindenképpen ennyire fölül emeli a Volánt. Ha a magyar jégkorong egészét nézzük, még azt is mondhatjuk, hogy tök jó dolog, hogy a nagy kirakat csapattal, amely nemzetközi meccseket játszik hétről hétre, gyakorlatilag bármelyik magyar élcsapat felveszi a versenyt egy-egy mérkőzés erejéig. Ebből nyilván a magyar hoki, az utánpótlásban pallérozódók és a válogatott is csak profitálhat. De mi a valós kép? Tényleg a Volán most akkor még a kirakat csapat? Költői kérdés, nem gondolom én sem egyébként, hogy mondjuk az Erste Ligában gondjai lennének a Volánnak egy 30 meccses sorozatot megnyerni, de valahol mégis azt látjuk, hogy lehet, hogy azért, mert mi húzzuk fel a többi csapatot, mint hogyha nem lenne ez olyan egyértelmű. Nincs akkor a különbség, a 15 évvel ezelőtti, mondjuk a 15 évvel ezelőtti Ebel ezüstérmes biztos, hogy tényleg szerintem kis túlzással, pontveszteség nélkül nyerne egy magyar bajnokságot, ez ma már nincs így, tehát azt gondolom, hogy a Volán simán nyerne, tükörsimán bajnokságot, de nem akkora különbséggel, nem pontveszteség vagy vereség nélkül, tehát az olló, az szűkült, nyilván nem annyit, meg nem úgy, meg nyilván nem ugyanaz az a költségvetés, szerintem nincs, tehát igen, jönnek ezek a kérdések, mert tényleg
hogy mindig a legnagyobbat aztán divat bántani, ezt tudjuk ugye az üdítőiparban is, hogy mindenki bántja a legnagyobb kólagyártó céget, meg egészségtelen a kóla, azt tehát mégis a legtöbb üdítőitalt ők értékesítik a világban. Ez ugyanígy van, a nagyban mindig, a jóban mindig érdemes belerúgni. Nyilván vannak, akik főleg egy olyan országban, mint a miénk, amely ennyire Budapest központú, és akkor miért nem Budapest? Hát most azért meg kell nézni, hogy ott azért nincs az a konstant stabilitás, akár tényleg, amikor a MAC ugye úgymond előkerült a semmiből, és akkor már sokan azt vizionálták, hogy majd jön az EBL-be, és majd az Osztrák Ligában a Fehérvár fölé is tud nőni. Akár mondhatjuk tényleg a Ferencvárosnak a hullámzó teljesítményét. Tényleg ott egy Újpest, egy Vasas, de még a saját bajnokságukat sem képesek megnyerni. De mégis valahogy ez a fővárosból érkezik, ez a fajta szurkálódás, piszkálódás, hogy most akkor miért a Fehérvár, miért a Volán. Nem kellene nagy dolgok, különösebben nagy feneket keríteni. Meg kell nyerni a következő kupát. De biztos a klubnál nyilván levonják a következtetéseket, sok minden nyilván már akár Szélig Viktor, akár Gál Péter nem tud csinálni annak érdekében, hogy a csapata igen majd nyerjen egy kupadöntőt. Viszont ami kérdés lehet részben szintén Lacira utalva, hogy például az utánpótlás, például a magyar játékosok valós tudása egy klubon belül, az a fajta fluktuáció, hogy jönnek fel tehetségek. Azért látjuk az Erste Ligában, még hogyha nem is követjük napra annyira figyelemmel, de ott is van fehérvári csapat. Látjuk, hogy azért a riválisoknál és nálunk is tűnnek fel fiatalok. A kérdés az valóban, hogy ez a fajta hátország lesz-e olyan erős a Volánnak, hogy majd egyszer megtörje ezt a rossz sorozatot, mert jó magyar játékost a többi csapat is tud igazolni. Hosszú távon nyilván az a kérdés, hogy vagy a légiós különbség, vagy ez a fiatal alulról érkező utánpótlás mennyire emeli egyik csapatot a másik fölé. Bocs, miért a Lati válaszol, annyit mondjunk el, hogy nyilván eldobsz egy korongot a magyar bajnokságban, és jó eséllyel egy olyan játékost találsz el vele, aki vagy Fehérváron nevelkedett, vagy játszott Fehérváron, és sokat fejlődött itt. Az elmúlt évek ellentétben, amire már utaltunk, hogy ezen a kupa döntén én nem éreztem azt, hogy ezek a játékosok nem érzik át a felelősséget. Két éve Antikár Hullának azért kellett mennie, mert nem volt hajlandó videózni, úgyis megverjük őket. És aztán itt én a felkészülést tökéletesnek éreztem, és a csapat akart is. Itt ez a meccs nekem arra világított rá, hogy igenis vannak már olyan magyar edzők, akik fel tudnak nőni ehhez a szinthez. Kangyal Balázs kiválóan meccselte ezt a kupadöntőt. Szilasi Zoltán magabiztosan vezeti együttesével, Gyergyóval az Erste Ligát. A Majoros Gergely Mogyi szenzációsan szerepel a szlovák bajnokságban, ahol az élcsapatuk jobbak talán, mint az Erste Liganál biztosan, de az EBL, tehát a szlovák bajnokság első 3-4 csapata az EBL-be is ott lenne erről. Nyilván az alsók már nem, de tulajdonképpen kinőtt egy magyar edzői generáció, akinek nem feltétlenül kell szövetségkapitányi posztot adni, vagy rögtön leültetni a kispadra Fehérváron, de olyan edzők, akik valóban kinevelődtek a kanadai, svéd, finn hokis szakemberek mellett, és igenis olyan munkára képesek, hogy azt kell mondanom, hogy le a kalappal előttük. Jó, hát akkor végig is az talán nem túl ironizáló, ha azt mondom, hogy a kupa ezüst is persze megbecsülendő. A Volán idén is lerendezett nagyon simán ugye egy Erste Ligás nagynevű magyar csapatot. Hát minden szívfájdalmunk és hiányérzetünk ellenére. Talán még ez volt a legjobb eredmény, amiről a hétvégén beszélhetünk. És hát legyen a futball a következő, ott nem tudom, hogy meddig kellene beszélnünk, hogy pozitívum szóba kerülhessen, akár csak a legnagyobb relativitással. Kecskemétet lehet dicsérni. Két légióssal, nagyon szimpatikusak. És a Manchester City-t is, de most a videótorról, illetve a Mól Fejváról kell beszélni. Ugye? Szóval, hogy azt nem mondom, hogy a régi, sok évvel ezelőtti önmagunkhoz képest ugyanúgy várunk egy tavaszi rajtot, vagy akkora esemény lenne, de hát azért nyilván csak-csak kíváncsiak voltunk rá, hogy ez az ősszel mélyen alul teljesítő Fehérvár nem túl izmos erősítések vagy átigazolási szezon után, de mégiscsak rákészülve erre a tavaszi rajtra, mire lesz képes. És én nekem bevallom az érzésem, hogy nem az eredmény volt a legkiábrándítóbb, hanem az egész meccs, ahogy kinézett Kecskeméten. Hát. És tényleg nem véletlenül se essünk abba a hibába, hogy a Kecskemét érdemeit csökkentjük, mert jól játszottak, saját lehetőségeikhez képest ez egy szépen összerakott, becsületes csapat.
De hát azért a Viditől szerintem mindenki többet van. Ott Kecskeméten kikapott a Fradi is. Tehát azért egy nagy messzemenő következtetéseket ebből ne vonjunk. Nagy Krisztián gólt lőtt nekik is. Így van. Nem is lőttek kis gólokat ugye a kecskemétiek. Nem szabad elfelejteni, hogy a magyar, többi magyar stadionhoz képest a kecskeméti pálya egy liba legelő. És a Kecskemét játék az tulajdonképpen főleg hazai pályán erre épül. Tehát ők pontosan kihasználják azt, hogy bocsánat a kifejezésé, baromi szar pályán játszanak. A labda elpattan, fölpattan. Tehát ez, én azt gondolom, hogy igen, a Kecskemétnek otthon kell játszania. De legalább a pályát lehetne rendbe tenni, és a pálya ősszel is szar volt. Tehát, hogy ez viszont egy olyan plusz előnyt ad a Kecskemétnek a többi csapattal szemben, amely szerintem megengedhetetlen. Akkor, amikor elvárjuk, hogy mindenhol alácsövezett, aláfűtött pálya legyen. Tehát, hogy ez egy olyan nonsense dolog szerintem, amire egy idő után azt kell mondani, gyerekek, itt állj, akkor ezt nézzük meg, mert jogosulatlan előnyben van a jelen pillanatban a Kecskemét, és nem akarom a Szabó István érdemeit elvenni, mert óriási dolog, végtelen szimpatikus, nagyon szurkolok nekik a klubszínek ellenére is, mert tényleg szimpatikus, de ez jelen pillanatban Kecskeméten, mondjuk ki, ez egy csalás. Ami ott zajlik. Erre épül a csapatnak. Ez ugyanaz, mint amikor a női kézi csapat elment játszani Szombathelyre, a Szavári arénába, és a kapuk mögött nem volt háló. Mert a Szombathelyben akkor éppen, nem a mostaniról beszélek a kupáról, hanem még annak idején bajnokság, volt egy baromi lassú, nagyon öreg csapatuk, nekünk már akkor is fiatal és gyors csapatunk volt, nem volt a kapu mögött háló, az összes eldobott kapu mellé menő labda, az kiúrult 10 méterre, az is egy csalás. Tehát ezek azok a csalások, amiket egyszerűen nem, én szerintem nem lehet megengedni. Ezzel együtt a Videótonnál szerintem most az a helyzet, hogy ha megnézzük az erősítéseket, akkor azon kell fohászkodni, hogy se az Újpest, se a Honvéd, se a Vasas ne találja meg igazán önmagát, mert ebből még nagy baj lehet. Éppen azt akartam csak mondani, hogy ugye pekjére talán mondhatjuk, így a Vidi a második helyzet Kecskeméttel találkozott, de hát azért ez se igaz egészen, mert ugye a 8. helyen van a Vidi. Melyik csapat lett volna az, akivel nem pekjére találkozik, mondjuk a mögötte lévő 18 pontosok, vagy aztán utána a következő 16 pontosok, a már kieső. Akik közül ugye a Mezőköves például megverte a Puskás Akadémiát, nyilván, és nem a rossz pályája miatt. Tehát biztos, hogy a sorsolás is egy picit közrejátszott, amit a Tomi mondott, abba is lehet valami, de a Kecskemétnek is el kell menni idegenbe, és ugye csak hazai győzelmekkel, vagy hazai jó eredményekkel nem lennének ott a második helyen. Amit a Tomi mondott, én azzal nem akarok vitatkozni. Hál' Istennek ott tartunk, hogy ritka kivétel, hogy egy csapatnak rossz a pályája. Néhány évvel ezelőtt még ez volt az általános, egyébként még a rossz pályára se engednek be nézőket, mindegy. Miért nem engednének be? Nem tudom, tök üres volt a szemközti lelátó. A szemközti lelátó az le van zárva, de nem mehetnek. Akkor nem engedik be. Rossz a közvetítésnek ez a metodikája, hogy pont ezen az oldalon van, ahol ugye kispadok vannak. Ez az oldal, ez rendszeresen, tehát a kispadok mögötti oldal, az megtelik Kecskeméten. Mindegy, azt akartam mondani, hogy igaz, hogy a Fradi is kikapott, szerintem nem ezért egyébként, és igaz, hogy rossz a pálya, de az, hogy ezt a meccset hogyan közelítsük meg, vagy hogyan minősítsük, ez valószínűleg akkor a következő Vidi meccsektől is függ majd. Jó lenne azt mondani 4-5 forduló múlva, hogy ja, hát igen, Kecskeméten csak azért kaptunk ki, mert egyébként szar volt a pálya. Nem csak azért kapott ki, csak azt kicsit, gondolom, hogy egy kicsit fázok azért. Visszautalva egy kicsit arra az ominózus szombathelyi kézilabda meccsen, valóban igazad volt, csak elgondolkodtató, hogy mondjuk Biljan a Bandelér, és akkor már nem a fénykorában levő Mayer Szabina volt az ellenfél két legjobbja, és őket azért meg kellett volna verni az aréna szavarjába, és úgy, hogy előzőleg répszalakon egy tornaterembe edzettek, úgyhogy nem volt öltözőjük, egy gála meccset szerveztek, bejött nekik. De azért azt a Szombathelyt nekünk nagyon meg kellett volna vernünk, amely aztán akkor még bemarad, a később ki is esett az élvonalból. A Kecskemét kapcsán pedig a Vidi azért akárhogy is, bármilyen talajú pályán azt a csapatot meg kellett volna vernie. Hogyha a tabellára nézek, nem feltétlenül, mert a Vidi momentán egy középcsapat, aki most egyre veszélyesebb helyzetbe sodródik, de azzal együtt ott valamit jól csinálnak Kecskeméten, az igazolásaik, egy végtelenül gyors középpálya, fiatal, olyan labdarúgók, akik vagy bizonyítottak másút, de nem nagy csapatoknál, és látnak egy esélyt arra, hogy később eljutsanak nagy csapatokig, és egy végtelen szervezett építkezés. Tehát a körülményekből mindent kihoznak, hogy egy éve kaptak pályalicenszet, nincs fűtésük, a szemközti lelátó, valóban most kezdődik a szociális létesítmények átadása. Egy végtelen szimpatikus, szerethető csapat, egy paksi projektet építenek, és ezért az...
neked ennyire. Azzal együtt is mondom a Vidinek, ott nyernie kellett volna bármilyen körülmények közepette is. Ahogy a Fradinak is, és de ahogy a többi csapatnak, csak amiatt nem tudnak nyerni, azért, mert ott van, amit jól csinálnak. Hát elmondtuk ugye a hoki kapcsán pont, hogy valóban az olyan sportágokban, ahol alapvetően kevés a gól, ahol alapvetően védekezéssel meg lehet úszni meccseket, ott előfordulhatnak meglepetések. Én nekem az fáj, hogy ezt nem érzem meglepetésnek. Félve vártam a mérkőzést, egyáltalán nem gondoltam, hogy itt esélyesként kell magunkra tekinteni. Volt már ilyen Kecskemét, az arany Kecskemét, ugye Tomislav Sziviccsel és afrikai régiósokkal, igen. Amit emlékszel, hogy a mezei féle vidi... Foxy kete volna. Így, bizony, bizony. Ribánszkival, gyanyával kiegészül. És egy... ott volt, hogy egy első fordulóban ott a vidi nyert talán 5-3-ra vagy 6-3-ra, nem tudom, és akkor először gondoltam, hogy valami fejlődés Fehérváron, ez még a mezei féle csapat volt, mert előtte Kecskeméten rendre megszenvedtünk. Hát most megint ugyanez a helyzet, hogyha nyertünk volna váratlanul nagy gólkülönbség, akkor azt mondom, hogy na tényleg valami alakul, meg talán lehet azt mondani. Nagyon-nagyon rossz volt látni, hogy nem éreztem a játékban a minőségi fejlődést. Itt egy óriási kérdés lesz, és attól félek, hogy még itt tavasszal, akár ebben a műsorban is megint sokszor elő fogjuk húzni, hogy mi a reális elvárás, mi ennek a keretnek a reális ereje. És hát Tomi már megpendítette, és bevallom, nem érzem túlzástok úgy is, hogy még csak egy forduló telt el a tavaszból, hogy nagyon-nagyon kell hátrafelé figyelni. Már csak azért is, mert sajnos... nem azok a csapatok vannak mögöttünk, akiknek a történelmi tradíciója vagy neve alapján így elintéznék, hogy jó, majd kiesnek és átszálló jegyet váltottak, hanem Honvéd Újpest nyilván óriási blama bármelyik klubra nézve, a Fehérvárt is beleértve, hogy itt ezeknek a csapatoknak kell a kiesés ellen küzdeni egy vasassal kiegészülve. És azt nem szabad elfelejteni, ezeknek a kluboknak ez a fajta küzdelem, ez kis túlzás a rutin most már, hiszen... Újpesten rendre az a metodika, hogy egy nagyon pocsék ősz után jön egy tök jó tavasz, és bennmaradnak. A Honvédnál is egy ilyen hullámvasút van, mert néhány éve még ugye bajnokságot nyertek, de azóta rendre ott van valameddig a kés a nyakukon, de előbb-utóbb megúszszák. Most nyilván a Vasas van a legnehezebb helyzetben, mint újonc, de azért... Ők meg nem, tehát ők nem ahhoz, tehát ők tisztában vannak azzal, hogy hol a helyük. A Vidinél szerintem az lesz majd baromi veszélyes, hogy amikor majd túl későn eszmélnek, hogy itt már rég nem arról szól a fáma, hogy a harmadik, negyedik helyre oda kéne érni, és nemzetközi kupába legalább a konferencia ligában elindulni, hanem ne adj Isten, március közepén egyszer csak föleszeljük, hogy gyerekek, itt állunk, és mit tudom én, a kieső helytől egy pontra vagyunk. És akkor most mit kell csinálni, mert ezek a játékosok nem ehhez szoktak hozzá. Nyilván a téli igazolások sem azért jöttek ide, hogy a kiesés elől meneküljenek, hanem nemzetközi kupázni akarnak, és ez egy egészen más dolog, mint amikor úgy állsz bele egy bajnokságba, hogy te tisztában vagy azzal, mondjuk, hogy bent kell maradni. Nyilván Kecskeméten egyébként szerintem továbbra is a bennmaradás a cél például. Bő 30 évvel ezelőtt, szerintem csak a Laci emlékszik, volt ugye ez a rutin, mikor egyszer csak hozzászoktunk, hogy egy Zorán Kuntisféle vidés Algótarjánban játszott osztályozót, utána Diósgyőrben kellett osztályozót nyerni, aztán Sopronban, és mindig megnyerte az osztályozót, majd aztán sikerült osztályozó nélkül kiesti 99-ben, de addigra szinte hozzászoktunk, hogy tényleg ez a rutin, hogy évközben gyengék vagyunk, évvégén rettegünk, de aztán a rutin meg a hagyomány valahogy kihúzza a szarból a csapatot, tényleg nem jó lenne, főleg hát a jelenlegi körülmények azért összehasonlíthatatlanok. Tehát itt azért nem tudjuk elfelejteni és nem szóba hozni, hogy azért magyar szinten még mindig elképesztő körülmények között Kecskemétről beszélünk, amelyek tényleg vakontúrások vannak a pályáján, meg nem fűthető, meg nem engedik be a nézőt a főlelátóra, és ezek a csapatok verik a Vidit, tehát azért itt mások a körülmények. De több ilyen nincs. Tehát több ilyen nincs, az összes többi... nincs, de nem hiszem, hogy akár Kisvárdán, Mezőkövesden, Pakson kolbászból lenne a kerítés, ahhoz képest, ami itt van Fehérváron. Mondjuk azt, bocsánat. Csak annyit el lehet mondani, hogy ugye azért, hogy mi lesz, meg mi volt, kicsit össze lehet azért hasonlítani, mert hát mi volt, ugye a Vidi a szezon elejétől kezdve középcsapat. És még mindig abban reménykedünk, és természetesen én is, hogy majd elkapjuk a fonalat, de hát a szezon fele lement, és még mindig ugyanúgy középcsapat a Vidi, mint az elején. Tehát beragadtunk a rajtnál, és azóta is futunk az eredmény után, sőt, most már a 12 csapatos NB1-ben középcsapatnak lenni rohadt veszélyes. Hát ez nagyon veszélyes, pont ezt akartam mondani, hiszen most már jóval, most már megint arról beszélgetünk, hogy tényleg 3 pont van. 8. helyreadásom a közepének az alja. Igaz, hogy nagyon sűrű a hátsó mezőny, ugye 2-16 pont
pontos van, 3 darab 19 pontos, ha jól emlékszem. Mi is az egyik 19 pontos vagyunk, és most már megint csak hátrafelé kell figyelni. 19-re kell lapot húzni. 19-re kell lapot húzni, különben a 16 az még simán húzár állapot, és még akkor se túl a 21-je, amely egy kicsit viccelünk. De tényleg most nem előre fele kell nézni, ez a realitás. Nem gondolom, hogy kiesési gondjaink lennének, de a jelenlegi helyzet kétségkívül blama, és eszembe jutott pár évvel ezelőtti mondatok, Csepalkovics András mondta annak idén, hogy annyira ez nem rossz város, hogy a labdarúgó a családjában ne tudjon itt élni. És itt jön a párhuzam a Kecskeméttel, hogy Szabó István helyi ember, mindent tud. Az edzések előtt együtt kávozik Forrai Gábor, aki szintén ott él, nálunk született, de aztán 10 éve, és ők ott élik az életüket azok között, az emberek között. Bemennek a kocsmába, isznak egy kávét, beülnek egy cukrászdába vacsorázni, ahol léptennyomon találkoznak helyiekkel, és teljesen más ilyenkor a hangulat, a klubot körülvevő millió, hogy igenis, én meg akarom mutatni, hiszen ennek a közösségnek vagyok a része. A Vidi nagy klub lett, következésképpen kimondható, ez zsoldos hadsereg, lejön edz, és utána elmegy a fővárosba, és részéről lezárta ezt a részét, ő munkaként tekinti. És itt jön az az érzelmi rész, ami ezekben a kisvárosokban, akár Körmenden is. Hát nem mertek veszíteni, mert tudták, hogy másnap nem mehetnek ki az utcára. Pont erről beszélek, igen. És ilyenek, egy ilyen éles helyzetben ezek a plusz tényezők dönthetnek. Beszélgettem valakivel, akivel kapcsolatban ilyen mindegy szolgáltatást vettem igénybe, és ő is régi foci szurkoló, és mondta, hogy hát a Csongrádi Ferivel beszélgetett a napokban, és ugye Csongi mondta, hogy annak idején nem mertek volna végigmenni a főutcán, vagy nem mertek adott esetben. Mindenki ismerte őket, mindenki tudta, hogy ők itt vannak Fehérváron, lehetett találkozni, és adott esetben nyilván kritikát megfogalmazni. Egyébként a jégkorongozók is, ugye ott is törekszik a klubvezetés, hogy itt legyenek helyben a játékosok, néha lehet őket látni. Valóban ez a fajta kötődés, ez nagyon erősen hiányzik, és hát lassan lezárva a foci témát, vagy majd felvezetve a következő hetek hasonló, bár reméljük jobb eredményei után, nyilván egy meccs után ez még korai, mert nem ez volt az első mérkőzésük, de biztos beszélünk majd arról, hogy Huszti Szabolcsnak, illetve az edzői tímnek mennyire biztos a helye, mert azért a következő mérkőzések nagyjából az ő sorsukat is el fogják dönteni. Ehhez azért annyit, hogy, és ha jól tudom, akkor Huszti Szabolcs utalt is erre a szurkolói ankéton, hogy nem arról van szó, hogy csak úgy 4-500 eurós játékosokért lehetne nyúkálni, hanem most jelen pillanatban ez is meg van húzva. 2 igazolt a Vidi, ugye? Azt hiszem, tehát, hogy... Visszajött kölcsönből, igen, épp Kecskemétről ugye egy középcsatár, és jött 2 külföldi. Így van, tehát, hogy... És ugye néhány játékos pedig kikerült a keretből, vagy egészen biztosan ugye távozik, és Zivzivádzéről ne is beszéljünk. Nem vagyok benne biztos, hogy ez ebben a tekintetben majd csak és kizárólag Huszti Szabolcsékon múlik, mert én már tavaly is mondtam, hogy ez a Vidi keret, ez nem elég erős, nem elég jó. És most ez a 2 játékos, hát nem hiszem, hogy most megtaláltuk a következő tényleg Lajdunit, akit most több mint 4 millió euróért eladott a Ferencváros a Bundesliga második helyezettjének, még akkor is, hogyha az egy, lehet, hogy egy túlfújt lufi az Union Berlinnek a második hely jelen pillanatban. Tehát így szerintem azért baromi nehéz lesz megítélni a Husztiék munkáját is, nagyon nehéz lesz normális eredményt elérni. Igen, sajnos mindig az edzőn csaptan az ostort, tehát én sem arra gondolok, hogy feltétlenül akár 2-3 vereség után rögtön kispadot kell üríteni, de hát előbb-utóbb mindig az a vége, tudjuk, már akkor is, hogyha esetleg Juhász Roland úgy gondolja, hogy valóban hosszú távra elkezdi átalakítani ezt a keretet. Kérdés, hogy valóban milyen realitások közepette lehet, hiszen ide most már úgy hívni külföldi játékost, hogy küzdhetsz a magyar bajnokság 5. helyéért, vagy jövőre majd talán elindulunk egy európai kupa selejtezőben, az nem lehet egy szívvidító kihívás. És hát folytathatjuk a sort azokkal a csapatokkal, akikről többet gondolunk, vagy remélünk. Én még azt mondom, hogy azért mindig így inkább, hogy remélünk. Bár nagyon rossz szériába kerültek a kosarasok. Második legrosszabb formában vannak most jelen pillanatban. 2-3 adással ezelőtt még arról beszélgettünk, hogy elnézve az állományt, a légiósok emberi és szakmai minőségét is, és akár a vezetőedző, hát emberi nehéz természetével együtt azért szakmai kvalitásait, ennek az Albának simán helye van, ugye Laci mondta ezt a bajnoki döntőben. 3 vereség, ebből 2 hazai pályán, és mind a 2 illetve a 3 vereségből 2 olyan csapattól, amelyet azért kis túlzással végigvert a mezőny előtte. Mert Szegeden, ahol most éppen olvasom, edzőt cseréltek,
egy héttel azután, hogy minket bravúrosan legyőztek, és az a körment, amely szerintem az utóbbi 10 év leggyengébb, egyébként óriási hagyományú vasi csapata, eljött ide nyerni Fehérvárra, adtunk nekik egy jó kis önbizalom löketet. De eleve most a legutóbbi forduló egyébként olyan volt, mert most megnézted a tabellát, akkor ugye a forma mutató az, mint a tabella elején mutatja, hogy egy vereség, tehát hogy most a tabella eleje is bukott. Persze, felborult a papírforma, de csak az Albát önmagában nézve valami mély gödör van éppen, ami szerintem elsősorban az önbizalmat kezdi ki, továbbra se hiszem egyébként, hogy nem jó játékosok alkotnák. Csak itt is felmerül majd az egyes mérkőzéseken túli tág a kontextus, mert azért összeesküvés elméletek meg jól informáltak mindig vannak, hogy valóban milyen az összhang csapaton belül, edző és csapat között, mik azok a jelek, amiket esetleg lehet látni, vagy tényleg csak arról van szó, hogy az egyik rossz eredmény hozza a másikat a fejekbe befészkelő bizonytalanság miatt. Hát most ugye Szolnai is azt nyilatkozta az edző is, hogy néha nagyon jó a csapat, aztán néha meg olyan, mint ha most fognának először kosárlabdát a kezükbe, ez a meccs ezt pontosan megmutatta. Ugye gyakorlatilag nem tudott az edző semmit mondani arra, hogy miért volt ez a hullámvölgy és a mérkőzés elején. 8-18, elmentek tízzel. És aztán csinált egy 26-9-et az Alba. Így van, aztán visszajöttek. Tehát visszamentünk plusz 10-re, minusz 10-re. Aztán meg megint elment. Tehát így teljes hullámvölgy volt, és ezt mondta Czolnár is, hogy nem tudott hirtelen mit mondani rá. Na ez egyébként talán sokkal inkább egy edzőfelelősség, egy ilyen hullámzó teljesítmény. Amikor látszik azt, hogy egy csapat tud játszani, tud kosárlabdázni, akkor hol van az a pont, amikor azt mondod, hogy most kérek időt, most cserélek, nem cserélek, fönnhagyom, nem hagyom fönn mit? Tehát, hogy szerintem ez sokkal inkább edzőké felelősség. Nem csak egy mérkőzésen belül, hanem mérkőzések között, hiszen kikaphatsz egyszer, ez benne van, de utána edzésen, a hibákra, az érzékeny pontokra reagálni, ebből levezetni a következő mérkőzést, adott esetben nyilván az ellenfélből felkészülni, tehát sok minden történik két mérkőzés között is, ami befolyásolja nyilván az eredményt. Hát Lati, Rózsahegyen hogy csinálják? Már régen voltam. Régen voltál Rózsahegyen? Az biztos, hogy most a legutóbbi meccsen nem, ott egy pontra vezetett az ellenfél a szünetben, de előzőleg a Szeged és az itthoni ZTL meccsen nagyon magabiztos félidei eredmény volt, közel 20 pontos differencia után, és a harmadik negyedben állva hagyták a csapatot. És most is a harmadik negyedben nem alakultak úgy a dolgok, és voltak olyan vereségeink szintén, amit utána néztem, hogy volt, ahol nagyon simán kikaptunk mondjuk a Falko ellen idegenben, de Szolnokon például vezettünk magabiztosan. Falko ellen is egyébként a harmadik negyedben ment el, hát ott döntetlen volt még szünetben. Igen, de ott a végén simán kikaptunk. De az összes többi meccsen úgy kaptunk ki Körmenden, hogy nekünk át 16-tal vezettünk félidőbe, végül kikaptunk 86-83-ra. Pakson kikaptunk az első meccsen félidő, 20 pont volt az első negyed, aztán 8 a félidő, és végül elmentek 15-tel. Tehát ott én érzek, hogy jövök én ahhoz, hogy egy edzőt bírálok, de biztosan vannak szakmai hibák, illetőleg a végjáték meccselésben az elmúlt 3 meccsen az ellenfél edzőit jobbnak gondoltam. Ami tényleg nem tudhatunk, hogy valóban a csapaton belüli kémia és a csapat edzőközti kémia, vannak ráutaló jelek, de ezeket lehet, hogy nem jól látjuk. Tehát én azt gondolom, hogy akkor, amikor egy játékos, aki esetleg amúgy a csapat legnagyobb sztárja, és tudja magáról, hogy képes adott pillanatban döntő szerepet vállalni, nyilván felajzva, nyilván az előző percek történései alapján is lehet olyan állapotban, hogy idegben van csúnyán mondva, és nem úgy reagál, és amit látunk, az nem feltétlenül arra utal, hogy ő valakivel rosszban lenne, de hogy ezt ugye elkezdi tematizálni a közönség, hogy akkor milyen az edző és a kulcsjátékos viszonya, hogy milyen az edző és a csapat viszonya, hogy melyik játékos miért annyit játszik, amennyit. Számomra ezzel kapcsolatban, anélkül, hogy tényleg beleszólnék egy edző munkájában, az azért nagy talányos Somogyi Ádám, aki a legjobb magyar fiatalkorú játékos, felnőtt válogatott, miért tölt például olyan kevés időt a pályán, amennyit, miközben ő azért ennek a csapatnak irányítóként is, tehát posztjából fakadóan is az abszolút húzó embere kellene, hogy legyen. Na, Tomi, te sem tudod, hát akkor ki tudja. Ez azért nehéz kérdés, mert nem tudhatod, hogy mennyire illeszkedik Czolnár elképzelésébe egyértelműen az, amit mondjuk Somogyi tud, mennyire a forma akármi. Én inkább tényleg azt ugyanoda utalnék vissza, mint mondtam, az összkép. Tehát, hogy amikor látod, hogy a csapat tud, és amit a Laci is mondott, hogy megvoltak a fédei jó pozíciók, és onnét buksz, ott valami olyannak, tehát
tehát az nem lehet, hogy mint a Space Jam-be, hogy lejönnek az UFO-k, és akkor a harmadik negyedre mindig ellopják a fehérvári játékosok képességeit. Ilyen nincs. Tehát ilyen nincs. Ez a csapat tud. Ott valamit, valami mentálisan, vagy én nem tudom, tehát egy félidei beszéd mit hozhat ki. Én voltam csapatsportol, nem tudom, hogy ezek alapvetően tényleg mennyit nagyon tudnak elvenni. Ugye? Nem tud, hogy mennyit tud elvenni, vagy mennyit tud hozzátenni. Az biztos, hogy ez egy óriási rejtély, ez az utóbbi időben mutatott harmadik negyedbeli drámai szereplés, de ennek meg kell találni ténylegesen az okát. És nyilván az, ami látszik, hogy tényleg összességében Zollner biztos egy jó felkészült edző. A kérdés az, hogy mekkora az a fajta ego, ami engedi azt, hogy na akkor tényleg keressen meg magamban a hibát, hogy én mit csinálok rosszul, és mi az, amit belőlem fakad, mint edző, amitől változik ebbe az irányba a csapatnak a játéka. Ez nem minden edző. Sok edzőnek, vagy inkább azt mondom, kevés edző tudja megtenni. Hát arról nem is beszél, hogy láttunk már olyat is, hogy egy csapat nem az edző miatt, hanem épp az edző ellenében alkotott olyan egységet, ami esetleg a pályán jó eredményt hozott. Nyilván a szakmai hátteret és tudást azért biztosítani kell a szakembernek. És hát a nagy kérdés nyilván, egyébként még csak a harmadik negyedre visszatérve, az utolsó győzelmünk viszont az Oroszlány ellen pont olyan volt, hogy a harmadik negyedet nyerte 36-ra a csapat. Tehát ott meg a harmadik negyed, azért nem de biztos, 36, hogy ezt kell... 36 mennyire? 36. Tehát az sem biztos, hogy azt kell túlmisztifikálni, hogy mi a harmadik negyedet valamiért elrontjuk, mert valamikor meg pont azzal nyerjük meg a meccset. Nyilván ilyen krízisben felerősödnek a hangok, hogy valóban az edző milyen, és mennyire, és mit tud tenni. Nem hiszem egyébként, hogy jelenleg ez mondjuk a klubvezetés szintjén is felmerülne. Annál is inkább, mert bevallom őszintén, fogalmam sincs, hogy mi lenne akkor a megoldás. Tehát, hogyha most akár Fehérváron jelenlegi ötödik helyen álló, egyébként pozitív mérleggel álló Alba edzőt akarna váltani bármi miatt, nem tudom, hova lehetne jönni. Szerintem egyébként baromira nincs dráma. Most tényleg egyébként, ahogy itt felvetettél ezt a dolgot itt, abba bízom, hogy tényleg nem arról van szó, hogy itt a játékosok azt csinálják, hogy megbukta, valami problémáik van Zollnerrel, és megbuktatják, úgyhogy ők egyébként nem jönnek ki rosszul a dologból, mert figyelj, 4-ből 3 negyedben mi tök jók vagyunk, hát van az a harmadik negyed, arról az edző tehet, hogyha tessék leváltani, mert látszik, hogy mi tudunk játszani. Egyébként azt gondolom, nem hiszem, hogy lenne dráma, egy 4-be ez a csapat simán be tud kerülni, én azt gondolom, hogy döntőt is tud játszani, és ha döntőt játszik, akkor meg miért ne nyerhetne. Utalt az edző arra, korábban láthatóak voltak megszituációban konfliktusai Vojvodával. Lefújták a meccset, és most direkt a sajtótájékoztatón befejezte a monológiát, és mondta, hogy még szeretne mondani valamit. És mondta, hogy nagyon megdicséri Vojvodát, hiszen kiment, a nyaka megsérült előtt edzésen komoly fájdalmai voltak, Digi is dobott 28 pontot. Ugyanakkor azt mondta, hogy azt a harcosságot, amit Voján látott, azt hiányolta a többiekből. Nyilván a színesbőrű légiósokra gondolt, akik valóban nem tették oda magukat. Itt ez megint egy érdekes helyzet, hogy miért, mert szintén jó képességű játékosok. Én nem gondolnám valóban, hogy a klubnak lenne opciója arra, hogy ki, hogyha Zollner nem, de az biztos, hogy itt is el kell kapni a ritmust, mert nyilván a hosszú távon vereségekkel nem megy. Ugye nemrég még tényleg arról beszéltük, hogy negyedik légiós, aki már itt edz, de még nem játszhat, és center, és abban a pozícióban kell erősítés, majd ha ő meg lesz, hát két mérkőzésen most már játszott, egyelőre még nem látjuk azt, hogy feltétlenül miatta lenne innentől kezdve döntő esélyes, vagy esélyesebb az Alba, miközben például Szabó Zsolt pedig szintén center rotációban egészen a háttérbe szorult. Hát ezek olyan kérdések, amikre majd a következő mérkőzéseken kapunk választ. Nem lesz könnyű, mert most két idegenbeli meccsen jön a csapatnak Kecskeméten, ahol soha nem könnyű nyerni, ha egyáltalán sikerül. Láttuk, a Vidinek se sikerült. Igen, és a parketta. De jó lesz a tavaly. Parketta itt ott göröngyös kicsit. És aztán idegenben a Honvéd ellen, ami viszont merül egy nosztalgia, mert tényleg arról a csarnokról gyönyörű emlékeink vannak. Hát majd meglátjuk, hogy a következő adásokban miről tudunk beszélni. Sajnos másra ma már nem jutott idő, vagy hál' Istennek, nem tudom, hogy elnézve a vesztes tematikát, de majd beszélünk azért a többi csapatról is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és a kedves nézőknek is a figyelmet. Szurkoljuk, és biztos vagyok benne, hogy a következő hétvége az csak jobb lehet ennél. Viszontlátásra! Start.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.